Na, akkor nyomjuk tovább. Na, menjünk tovább. Még na, rögt egy Pokémon, igen. Egy Meow. Milyen változatos megint ez a... Nem... A csajt akartam. Csajt akartad? Milyen Indiana Jones típusú a csaj, ilyen mostorral a kezével. Ja. Kicsit ilyen Double Dragon-os akár. Nagyon fura, hogy a legtöbb csajnak csak ilyen növény, meg víz típusú Pokémonjai vannak. Ez olyan... szerintem ilyen nagyon szexista igen, játék. Igen, nagyon hogy... sztereotíp, rendkívül. Jó lesz nekik az. Jó, na, az jó ilyen... lányos Pokémon. Igen. Amúgy pont a Dorkyról jut eszembe, hogy megcsinálták a Pokémon rapnek az új változatát, ilyen poénos verziót, hogy az összes Pokémon benne van, ami eddig, tehát az összes 400 nem tudom mennyi most már. És az hát egy jobb... az több, az ami 600 fölött van, most 600, már 5 generáció 700, után. Nem tudom, hanyadik. A lényeg, hogy, majdnem 10 perces Pokérap. Baszki. Az a durva, mi? Úgyhogy nem szaroztak a japánok, amikor kitalálták ezt a Pokémont. De, szaroztak akkor, amikor kitalálták a japánok, mert... Ilyen szentretünk van amúgy? Nincsen. Vagy van, van. Van, van. Mondták többen, hogy amelyik Pokémonnál van egy ilyen kis pokélabda, azt már elkaptuk. Hmm. Hát az azt jelképezi. Valószínűleg. Hát valószínűleg, most hogyha nézzük, akkor Psyduck meg Golduckunk is van. Megkérdőjelezném ezt a... Jó, de őket nem tudjuk elkapni se. Mert ők vadpokék, vagyis ők nem vadpokék, épp ez az. De szerintem ez Meroveknél is kín van, mármint a, annál a bizonyos Meroveknél, amit nem lehet elkapni. Mindig igazából nem is lényeges, hogy mi miért van. Valami okuk biztos meg volt kitenni ezt a pokélabdát. Hát jó. Ennyi volt. Túl rövid, ezért ilyeneken gondolkodjunk. YOLO. 44-es Spiro. Szintén talán kellett volna fejlődnie. Mennyivel több XP-t érne akkor? Ja. Ahhoz képest, hogy második generációs Pokémonoknak együkön hátukon kéne előjönniük, nagyon nem jönnek. Jönnek azok, csak viszonylag ritkán. Itt például Larvitát lehetne fogni. Csak elég ritka. Pont itt is van, bazzeg! Szép. Csak emlegetni kell. És ez mit tud ez a Pokémon, aminek a hasába ilyen kilóg a bele konkrétan? A legbedeszebb második generációs Pokémonnál fejlődik tovább. Tiranitárra. Ó. Oh. És milyen típusú? Ő kérlek szépen szikla és sötét. Sötét szikla. Igen, ami azt jelenti, hogy... Mindjárt meghal a rájcsunk. Uh-huh, igen, meghalt, jó? Akkor... Hát csak nem tudom úgy legyengíteni, hogy ne is dögöljön meg. Hát akkor érezd újra Raichu-t. De nem, mert a bazz paralízis meg nem effektív rá. Majd vissza kell egyszer jönnünk Jinx-el. Fuck. Van ott, ahol még ez jött. Most már jön tojás, akkor azt már csesszük meg. Most már így is kikeltettünk két Pokémont, amit akartunk bemutatni, nem? Lex! Hogy lesz vissza a hajad, bassz meg. Lex Luthor, ugye a Supermanből. Egy tehén és egy bika. Szép. Ez a Militank, ez a leggyökérebb Pokémon, amit kitaláltak. Tehát ez nem is értem, ez a második generációban az egyik legfrusztrálóbb teremmeccs az vele kapcsolatos. Ugyanis akkor még nagyon nem vagy felkészülve, míg a játék elején vagy a harmadik teremnél, és akkor jön a rolláuttal, és konkrétan ezt kibelezi az egész csapatodat, ahogy van. Mint ahogy ezt látjuk az alábbi ábrán is. Nem az, ez a Militank úgy is néz, úgy, egy az egyben úgy néz ki, mint egy nagyon brutális hentaiból jött volna elő. Mert egy nagyon brutális hentaiból jött elő. Tényleg? Nem. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem. Én kinézem a japánokból. Legyen az akár Pokémon készítő, vagy... Megint ott vagyunk, bazdnek, hogy a kurva tojás, mi a kurva szint miatt szopni fogunk. Jinx ennyit számít a csapatba? Hát az számít a csapatba egyrészt, hogy nincsenek lemaradva, meg nincsenek nagyjából egy szinten a Pokémonok. Másik szempont meg ilyen az, hogy 5 Pokémonunk van és nem halt, az azért nyomalatba. Miki, én most azt veszem észre, hogy mi szenvedünk, és ez igen. Nem jó. Én is azt hiszem észre, hogy ezt szenvedünk, és kurvára nem jó. Visszamész. Vissza. Csezd meg a tojást, én azt mondom. Ezt meg kapd el a fazba. Jó, hogy ezt bájtott rá, az kész. Beledöglik, így is, úgy is. Merovek. Az van nekünk. Szerintem az XP jól jön.
Mikor lesz már Dragon Airünk? Dragon Airünk már van? Akkor Dragon Knight. Pár szint múlva igazából, hát most mennyi? 50... Nem azt... látom, mert túlságosan megvan hozzá dögölve, de... 53, két szint. Annyira megvan dögölve, hogy nem tudod leolvasni a számát. Annyira totál káros az autó, hogy nem tudod a rendszer tábláját elolvasni. Az alvás számot. Semmilyen számot. Igen, nem tudunk olvasni. Nem tudom, mit dudoltam. Én sem. Lehet sok minden kezdődik így. Igen. Volt benne Star Wars, Indiana Jones, visszajövőbe egy kicsit, igen. Igen. Amit akarsz. Bármit is dúdoltál, az awesome. Milyen jó, hogy ilyen közel van a Poké Center. És milyen jó, csak ilyen fosok élnek ellenünk. Hát olyan szempontból nem jó, hogy viszont kevés XP. Nem találja el ez a buzi. Nem hiszem el. Rajtunk rög a félsziget. Itt a bajnok. Meg a fél YouTube. Ja, az a másik. Tehát bármilyen, amit csinálunk és ciki, azt nem tudjuk letagadni, mert fel van felvételen. Cannot undo. Ennyi. Kontroll azért nem működik. Mindjárt 54-esek leszünk. Ez az! A már csak művet szint! Nem tanuljuk meg azt a szart? Mit? Amivel szét tudjuk baszni a sziklákat. Ez nincs még meg nekünk. Azért mondom, hogy de nem akarjuk megtanulni. Hát ne akarjuk tanulni, Jenny, nem, hogyan tanuljuk meg, amikor nincs meg? Hát szerezzük meg. Erre akartam célozni, hogy akkor legyen meg. Hát meg lesz. Helyes. Amúgy most mi a terv? Na, arról nem beszéltünk. Pedobert. Végigcsinálni ezt a szigetet. Igen. Gyúrni a rematchre. Meg ne halljon a Dragon Ered. Úgy. Lérje, ez jó gyerek ez. Itt nem kapott annyi XP-t, hogy hasra essünk. Hát itt már kevésbé látszik meg. Csak én érzem úgy, hogy kurvára fogyunk ki potionből. Hát nem. Most benyomok egy full restore-t, aztán be kell vásárolnunk. És akkor még hát ott volt egy pokélauna. Meg egy Onix. Júj, de most megkapod. Ez az. Ez az. Na nézzük. Ja, nem harcol. Ó. Nem, ő csak Bruno-ról mesél, meg Brony-ról, aki konkrétan a harmadik generációban a harcos teremmester. Uh-huh. Harmadik generációs teremmester, tehát nem is teremmester, meg semmi ilyesmi ebbe a játékban, csak második generációs kép vadon, az kész. Igen, itt már semmilyen terem, meg lófasz nincs. Tehát akkor nincsen benne külön világ, vagy ilyen. Nem, itt már csak a szigetek vannak, szóval csak az, hogy másik régió az nem, ez nincs benne. Ja, régió, igen, úgy szokták mondani a nagy pokémonosok, hogy régió, vagy map. Ilyen anyádat. Miért beszélsz én is olyan, Miki? Nyomunk egy furuját. Nyomtál egy furuját? Nyomtam egy furuját. Jó. Nem fogok erre mit mondani. Hát ne is. Te lelki világod, én nem szólok bele. Ranger Jackson. Ez olyan, mint a Walker a Texas Ecopo, nem? Ja. Chenzi, júj! De jó. De jó dolgunk van, hogy egy ilyenhez összehasonlít. És csak így mosolyog, és csak így nézel, és nem pislog. Próbálj, csak próbálj meg megölni, geci. Látod, hogy mi fog történni a végén. Várd ki a végét. Nem szarozok veled. Milokin, mérgezd meg a faszba, azt cső. Az szép! Szuper effektív volt? Nem, csak ez egy nagyon erős támadás. Ennyire erős? Na-na. Anyáló. Most már nem találjuk el. Pedig ott van előtte. Ez az annyira bullshit, ez a nem találjuk el, nem? Semmivel sem találom. Az Earthquake, az hogy nem találtál a földrengés? Nem tudom. Mellé lehet lőni egy földrengéssel. Szép. Na! Nem leszünk így jóba, bazd meg. Ez egy külön rész lesz, én ezt érzem. És még gyógyítja is magát, tudod? Ez a... Csenzi. Remélem talán, rákot kapsz. Talán van oka annak, hogy ki vagy tiltva a hivatalos bajnokságon. Ő is ki van tiltva? Ő is, meg a továbbfejlődött állapota is, a Blissey. Chelsea tud továbbá fejlődni? Igen. De az első generáció is tudod? Nem. Akkor azért nem tudtam róla.
Ezt nem fogjuk megölni, bazd meg. Ezt nem öljük meg. De ez mi? Na végre! Ja. Rohadj meg! Tovább is fejlődtünk. Hülye picsa, rohadj meg. Csenzéddel együtt. Primeape. Gyerünk, már nincs sok hátra, hogy tovább fejlődjünk. Ha váltunk. Ja, hogy meghalljon Aerodactyl. Na mindjárt ott vagyunk! Hitmon top, de fosul néz ki, és miért feje lefelé van? Ez miért jó neki? Mert nem tudom. Nem megy a vér a fejébe? Látod. Utána abba is be lehet halni, nem? Meg abba is, hogy valaki ilyen szar. Ja. Hát nem is tudom. Merjük? Meri vagy nem meri? Ennyi. Szép. Hát azon megyünk be.